Budapest. Hatalmas sikert aratott Kovács Kati a múlt szombati Tánáddal fesztivál 51. sztár fellépőjeként. A közönség teli torokból énekelte együtt az énekesnővel a slágereit. Látszott, a művésznő elemében volt a színpadon, remekül nézett ki, és óriási hangulatot csinált. Ez azonban nem a véletlen műve. Az énekesnő nagyon tudatosan és roppant keményen készült a számára oly fontos koncertre. Három napig nem vettem előtte, árulta el megdöbbentő titkát Kovács Kati. Úgy döntöttem, hogy szeretnék jó kondiban lenni, és általában ezt szoktam csinálni. Amikor közeleg a fellépés, visszafogom az étkezést. Nem újdonság ez, tulajdonképpen az egész életem így telt el. Ha tudtam, hogy előadás van, akkor nem ettem olyat, ami megzavarhatta volna a produkciót. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas Kovács Kati több mint 50 éve van színpadon, és a Nem leszek a játékszereddel az 1966-os Tánáddal fesztiválon taroló énekesnő mindig is ilyen alázattal állt a hivatásához. Olyanok vagyunk, mint a sportolók. Ez kemény fizikai munka, koncentrálni a zenére, a szövegre, a zenekarra, a mozgásra. Azt hiszem, a csúcsforma elérése ezzel jár, nem érzem áldozatnak, így tartom normálisnak, így szoktam megjelentette ki az énekesnő, aki a kondíciója fenntartása véget a mai napig rendszeresen teniszezik. Kati láthatóan 70 fölött sem lassít a tempóból, de nincs is rá szüksége, nem fáradok el. Szeretem ezt csinálni, és a közönségért megéri, mondta a Bliknek az énekesnő, aki máig tele van fellépésekkel, bár egyszerre mindig csak egy feladatra koncentrál. Az a típus vagyok, aki szereti, ha nem mondják el külön, hogy mi minden vár rá, mert csak arra koncentrál, ami éppen következik. Ezért már az egész családom és a baráti köröm tudja, nem kell elmondaniuk, hogy később mi lesz. Ez egyfajta mentalitás, gondolom. Van, aki hosszú távon szeret gondolkozni, én inkább rövid távon. Nekem így természetes, aki nem figyel oda a diétára, akár el is ágyulhat. Pilling Robert dietetikus szerint egy-két napos szigorú diéta, hoplalás egy egészséges, felnőtt ember számára nem megterhelő. Szervezetünk ilyen szintű éhezést rövid ideig minden gond nélkül elvisel, azonban fontos, hogy napi 2-2-5 liter folyadékot ilyenkor is ígyunk.
Idősebbeknél ez különösen fontos, mivel a szomjúság érzetük kevésbé jelentkezhet, emiatt könnyebben kiszáradnak. Szervezetünk a mozgáshoz, intenzitásától függően, leginkább szénhidrátokat használ fel, ezeket fontos biztosítani, hogy minden rendben működjön, mondta a szakember, kiemelve, hogy a vércukorszint leesése panaszokat okoz. Ilyen lehet a figyelem, a koncentráció zavara, de rosszul lét és ájulás is előfordulhat.